Tisztelettel köszöntöm Önöket, a kedves nézőket is, akik minket néznek. Most jelen pillanatban a kemencébe készül egy olyan étel, ami egy különlegessége Debrecennek, a kenyérlángos mellett ugye. Készültünk ilyen pizzával és bagettel, ami kimondottan debreceni bagett, mivel debreceni kolbász van benne. Ebben a bagettben van egy házi készítésű paradicsom krém, ami fűszeres, bazsalikom, kakukkfű, bors és különböző fűszerekkel. Ki van bélelve lilahagymával, majd a debreceni kolbász meg van sütve, vagy föl van kockázva, behelyezve a bagettbe, és kétféle csezársajt a tetején, ami rá van pirítva és rá van roppanósan olvasztva. És utána ezt a bagettet forrón, kemencéből adjuk a kedves vendégeknek. Debrecenben a Kossuth téren és a Piac utcán november végén elkezdődött az adventi vásár, ami többek között egyedi kézműves termékekkel, ellenállhatatlan finomságokkal, lélekmelegítő forradborral várja több mint 100 faházban a karácsonynak készülődő vásárlók. Milyen a jó forradbor? Hát ez igazán jó forradbor, az borból készül, nincs hozzáadva víz, egyáltalán semmi, van hozzá csillagán is, szegfűszeg és cukor. Nagyon felkapott az aszaltszilvás, meggyes, epres, unikumos, az ég azt a világon, amit az ember csak el tud képzelni, mindenféle van. Milyen rétesek vannak ilyenkor, vagy mi a sláger? A sláger a meggyes mákos, a túrós és az almás. Mi a különbség a krumplilángos és a kenyérlángos között? Hát a kenyérlángos az egy ilyen keltészta, uh-huh. A krumplilángos az pedig főtt burgonyából áll, liszttel összegyúrva, és akkor ez van így kinyújtva. Igazából meg tudjuk tölteni sokféleképpen, sajttal, tejföllel, zöldségekkel, lilahagymával, csípős paprikával és ilyen szalonnával, tarjával. Uh-huh. Nagyon jól néznek ki. Ez egy nagyon régi, hagyományos népi étek. Az idősebbek inkább a simát viszik, mert ők is így csinálták otthon régen, ezen a sparhelten sütötték maguknak. A fiatalok meg inkább ezt a szalonnásat, minden eset. Egy nem mindennapi gasztrotúrán vehet részt, aki végig sétál a debreceni adventi vásárba. Incsiklandozó ételeket és forró italokat kóstolhatunk. Igazi karácsonyi hangulat uralkodik a debreceni főtéren.